Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogyan tudjátok elkészíteni automatikusan betöltődő csíkot. Azzal kezdjük, behúzunk egy képet, vagy egy videót, amit szeretnénk, teljesen mindegy. Én most itt egy képet húztam be, beállítjuk, kitöltse a teljes képernyőt. Ezzel megvagyunk. Az effektek oldalt lenyitjuk, azon belül a generátorokat. A generátoron belül egy solid core kell nekünk, azt húzzuk rá a képünkre. Ráhúztuk a képünkre, beállítjuk a csík szélességét, milyen széles csíkot szeretnénk, hogy betöltődjön. Ezzel megvagyunk, én le is tettem a kép aljára, nekem itt fog betöltődni, az egyszerűség kedvéért, de el is lehet forgatni, amennyiben szeretnénk, vagy ide oldalra is ki tudjuk tenni. Ki hova szeretné. Majd megváltoztatjuk a színét, ide kattintunk a generátorra, itt a generátor a color fűre, és ott megadjuk a színét. Ezt a fejéret fogom kiválasztani, de sötét a hátterem. Hogy jobban látszódjon. Ez is megvan, akkor lenyomjuk az Alt gombot, és csinálunk egy új videósávot ebből a sávból. Eltoltuk, megváltoztatjuk a színét, pirosra fogom megváltoztatni, hogy jól látszódjon, amikor betöltődik. Elmegyünk a videó végére, visszakattintunk az item oldalra, ott lenyitjuk a cropping fület. A cropping fülbe a crop rig-et a végén leteszünk egy képrémet, visszaugrunk az elejére, és lehúzunk a betöltődő csíkunkat teljesen nullán. És akkor most lejátszom a betöltődő csíkot. Röviden ennyit szerettem volna bemutatni, remélem tetszett, ha tetszett, akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!